Sacramentum caritatis, a szeretet szentsége. Krisztusban, kedves testvérek, a héten pénteken itt Sopron Horpácson, a Sopron melléki esperesi körzet papjai a szokásos tavaszi koronájukon, találkozójukon itt együtt ünnepelték a szentmisét, és a szentmise után a kultúrotthonban pedig a Sacramentum caritatis, a szeretet szentsége kezdetű, nyugalmazott Szentatyánk Benedek pápa által írt apostoli buzdításának első fejezetéről, arról a fejezetről, amelyben arról ír a Szentatya, ahogy az eukarisztia az olyan misztérium, amit hinnünk kell, erről az első fejezetről elmélkedtünk, gondolkodtunk és megbeszéltük azt. És most, amikor a jövő évi nagy, ha úgy tetszik, a katolikus olimpiára, az eukarisztikus kongresszusra készülünk, fontos volt ez a találkozó, és fontos volt, hogy erről az enciklikáról beszéljünk. 16. Benedek pápa, aki korunknak az egyház atya, a legokosabb, a legintelligensebb ember az egész világon, nagyon mély és nagyon szép gondolatokat ír le ebben az első fejezetben az oltári szentségről, hitünk titkáról. És amikor az atyákkal megbeszéltük ezt az első fejezetet, és egyetértettünk abban, hogy valóban Benedek pápa csodálatos távlatokat és mélységeket nyit számunkra az egyház és a hívek és a papok számára, ami az oltári szentséget, az eukarisztiát illeti, mégis szomorúan kellett konstatálnunk, szomorúan kellett látnunk, hogy bármennyire is ilyen szép és ilyen mély gondolatok állnak és alapozzák meg az oltári szentségről szóló tanítást, mégis azt látjuk, hogy plébániáinkon, hogy közösségeinkben, mintha nem értékelnénk a szeretet szentségét. Azt látjuk, és ebben megegyeztünk, hogy amikor nagy ünnepek vannak, karácsonykor és húsvétkor, nem elég a napi egy kehelyben átváltoztatott szentostya, mert akkor mindenki jön és áldozik, húsvétkor és karácsonykor. De amint vége van a húsvétnak, vége van a karácsonynak, az áldozó hívek száma vészesen, radikálisan csökken. És úgy gondolom, hogy most, amikor a készületben és a jövő évi eukarisztikus kongresszus ünneplésében lehet-e más célunk, mint hogy az, hogy aki tud áldozni, aki nem követett el súlyos bűnt, amit eléggé nehéz elkövetni, hogy akkor jöjjön ki és áldozzon. Ugyanis két szélsőséget láthatunk. Vannak olyan katolikusok, akik csak a nagy ünnepeken áldoznak, az ünnepi misén és ezzel vége. És van a másik szélsőség, akik meg minden szemésén áldoznak, de évente csak egyszer gyónnak meg. Jó lenne ismét megtalálni a szeretet szentségéhez vezető utat. Jó lenne ismét ebből élni, így mindennapi áldozóvá válni, így készülni a eukarisztikus kongresszusra, és így majd megünnepelni azt, és így aztán tovább élni, hogy gyakori mindennapi áldozók lehessünk. És a mai szentírási szakaszokban három olyan buzdítást, bátorítást kapunk, amelyek talán kedvet adnak nekünk ahhoz, hogy lépjünk a szeretet szentségéhez. Jézus három ígéretet tesz a mai evangéliumban. Az első ígéret, amit hallottunk az Alleluja versben is, hogy aki szeretni fogja Jézust, aki megtartja az ő tanítását, ahhoz a Fiúisten, vagyis a názáreti Jézus, az ő atya, és a Szentlélek is hozzájuk megy, hozzámegy, és lakást, otthon építenek, vesznek nála. A nagy szentek, a misztikus szentek testvérek ezt tartották a lelki élet csúcsának, amikor Isten lakást vesz az én szívemben. Csak gondoljuk bele a nemrégi első áldozásunkra, amikor láthattuk azt a nagy szívet, és a szívben egy házat. Ezt mindannyian meg tudjuk érteni, hogy amikor megáldozol, akkor az Isten a te szívedben vesz lakást. De hogy mit jelent ez?
hogyan tudjuk ezt apró pénzre váltani, a szenteknek ezt a nagy vágyát, ezt az igazságát, hogy az Isten lakást vesz benned. Azt látjuk a mai olvasmányban, hogy vita támadt az Antiókiában élő keresztények között. Nem is akármilyen vita, nagy vita és zúgolódás. És ugye az volt a vitának a tárgya, hogy akik pogánságon megtértek, azoknak először fel kell venniük a mózesi hitet, a zsidóságot, és akkor utána a kereszténységet. És az apostolok a zsinaton, ahogyan hallottuk, döntöttek, hogy nem kell. Nem kell először zsidóvá lenniük, hanem rögtön meg lehet őket keresztelni. Kedves testek, mi van-e igazság mögött? Az, hogy Jézus elég. Az, hogy az élethez, a boldog élethez valóban nem kell más, csak is Jézus. Amikor ma az Úr Jézus azt ígéri, hogy aki szereti őt, az őt is szeretni fogja, és lakást lesz nála, az a szeretet nem, de testek, éppen abban áll, hogy veled, melletted akarok lenni. És amikor te megáldozol, nem, de a szeretet közössége jön létre, hogy nem kell más az élethez, nem kell más a boldogságodhoz, egyedül Jézus. Ez az a szeretet, ez az a dicsőség, amely Jézus számára sokkalta jobb, sokkalta kedvesebb Jézus számára a te szíved, legyen akármilyen bűnös is, mint a mennyország és mint a szentségház. Jézus szeret téged, és ezért veled, melletted, benned akar élni. Ennyi testvérek elég. És ez az a szeretet, amely Jézus arra készíti, hogy az ember szívében éljen, hogy az emberben az Isten építse fel az ő mennyországát, ahogy a avilai nagy Szent Teréz mondja, hogy a te szíved olyan, mint a lakás, egy hatalmas nagy kastély, ahol az Isten lakik benne, és hogyha ezt a szeretetet meglátod benne, akkor olyan barátot kapsz Jézusban, hogy többé mondja avilai Szent Teréz, hogy nem akarod őt aztán soha többé kiküldeni, mert a szereteted kapod meg az áldozásban, a hitben. Ez az a dicsőség, amelyről a Jelenések könyve ír, hogy az égből alászállott városban a báránnak a dicsősége, Isten szeretete ragyog. Te vagy a bárány városa, ez az ostya, az égből alászállott ostya, az égből alászállott kenyér, ez az a jáspisnál is tündöklő égi Jeruzsálem, amely alászáll hova? A te szívedbe. Legyünk testvérek, gyakori áldozók, hogy a legfontosabbat, ahogyan írja Benedek pápa, a szentáldozásban Isten nem valamit, hanem valakit, saját magát adja az ember számára. Áldozzunk minél többször. A másik ígérete az Úr Jézusnak a mai evangéliumban, hogy ő elküldi a Szent Lelket, a vigasztalót, aki mindenre megtanít, és eszünkbe juttat mindent. De mi az a minden? Hát az élet. A Szentlélek, aki az Atyánk és a Fiúnak a kölcsönös szeretete, ő maga a szeretet, ő maga az élet, ő mire akar megtanítani? Az életre. Hogy mi az igazi, a teljes élet. Azt látjuk a mai olvasmányban, hogy az apostolok egyetlen egy dolgot kérnek a pogánságon megtért keresztények számára. Egyetlen egyet. Hogy ne egyenek a báványoknak áldozott húsból, és kerüljék az elkölcstelenséget. Ennyi. A többi minden meg van engedve. Testvérek, mi ez az új élet, amelyben csak ennyi a szabály, csak ennyi a megkötés? Olyan állostalan szépen mondja, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Mi ez az új élet, amelyek csak ez a megkötése, és utána minden szabad? Szent Atyán 16. Benedek pápa írja ugyanebben az enciklikában, hogy az egyház, mondja Szent János Pál pápa, az eukarisztiából él. És ezt a gondotot fejti ki a nyugalmazott Szent Atya.
De ez az eukarisztiából, az oltárszentségből való élés, nem csak az időben való élés, hogy mi a nagy csütörtök utolsó vacsorájából élünk, amikor az Úr megalapította az egyházat. Nem csak időbeli, sokkal inkább létbeli minőségről van szó. Mert mi, akik áldozunk, az egész egyház, aki az eukarisztiából él, mi Jézus életének a teljességéből élünk. Itt valami teljesebb, valami mélyebb, valami bennünket meghaladó, túlaradó isteni életről van szó. Amikor te áldozol, nem egy egyszerű életet, hanem az isteni életet, az élet forrását, az élet teljességét veszed magadhoz. És testvérek, nem tudjuk elképzelni, hogy milyen ez a teljes isteni élet, és mégis a mai Szenteckében, a Jelenések könyvében volt egy érdekes, szinte fölöslegesnek tűnő rész, ahol János apostol látomásában leírja, hogy milyen széles az a fal, meg hogy hány kapu van, és hogy a kapuk tele vannak smaragddal, meg drága kövekkel. Mi ez? Mi az a város, ahol ilyen élet van? Mi az a város, aminek ilyen magas fala van? Hát milyen élet lehet abban a városban, ahová nem elég az egy kapu, hanem ahol 12 drága kövekkel díszített kapu van? Milyen élet lehet ott, amikor te áldozol ezt a teljesebb életet, veszed magadhoz, a teljesebb isteni életből harapsz egy kicsit? Olyan szép volt a tennapi napon, amikor egyházasolóban a kapuváról érkező tanúságtevő fiatalok, akik 4 órákat imádkoznak péntekenként, azt mondták, hogy a Jézussal való kapcsolatért mindenre képesek, mert ez hagyja át aztán egész hétköznapi életüket. A Jézussal való élet egy teljesebb, egy mélyebb élet forrásában gazdagít téged. Áldozzál minél gyakrabban. És a harmadik ígérete az Úr Jézusnak, hogy ő a békességet hagyja ránk. De nem úgy adja, ahogy a világ adja, hanem a sajátját. Hogy adja a világ? Mi, akik már egy hosszabb életet éltünk, látjuk, hogy mennyi időt, energiát, fáradtságot ölünk abba, hogy boldogok legyünk. És amikor valamit elértél, megvettél, akkor boldogabb lettél, beleunsz. És megint benned van a békétlenség, hogy többet, jobbat, szebbet, nagyobbat, jobbat akarsz. A világban és az emberben mindig csalódni fogsz. De Jézus egy más békét, az ő békét adja neked, amely milyen béke. Olyan, miben áll a Jézusi béke? Kedves testvérek, a mai olvasmány annyira emberszagú. Mert azt olvassuk, hogy az apostoloknak fontosak voltak a pogányok, annyira, hogy zsinatot hívtak össze, annyira, hogy embereket küldtek el a pogányságból megtértekhez, hogy bátorítsák, erősítsék őket, hogy érezzék, hogy nincsenek egyedül, hogy érezzék, hogy jó helyen vannak, és mennyire életszagú az, hogy amikor azt mondják, azt írják a levélben, hogy elküldtük nektek szeretett Barnabást és Pálunkat. Akkor a Pált küldték el, aki megölte Istvánt, aki üldözte a keresztényeket. És mennyire emberszagú testvérek, hogy a Pál apostol, aki a legnagyobbat tette a pogánság körében, ő ebben a levélben elfoglalja Barnabás után a második helyet. Nem kéri ki magának, nem nincsen szívében békétlenség, hogy először engem írjatok, hogy a szeretett Pálunkat és a Barnabásunkat, mert én többet tettem. Nem. A béke és az alázat, a Jézusi béke és az alázat kéz a kézben jár. De miben állt át ez a béke? Az, hogy Krisztus végtelenül szeret téged, hogy fontos vagy neki, és hogy mindent elkövet azért csak hogy az ő közösségébe kerül. És nem, de erről a békéről, aminek az alapja az Isten dicsősége, Isten szeretete, szól a mai leckének az utolsó nagy látomása, hogy abban a városban nincsen sem nap, sem hold, hogy nem világított semmi,
Nem kell félni attól, hogy sötét lesz. Ebben a városban, ebben a békében nincsen nyoma a nyugtalanságnak, a békétlenségek és a félelemnek sem, mert a bárány, a feltámadt Krisztus van jelen benne. Ő a világító test, ő a világító, aki betölti békéjével, stabil, rögzött békéjével a mi szívünket. Áldozzunk minden nap, hogy békétlenségeinkben a szent áldozás békéje a Jézusi békét hozzá el. Kedves testvérek, ahogyan tudják, ma ünneplem 35. születésnapomat. Nem kérek egyéb születésnapi ajándékot, csak is azt, hogy váljunk gyakori áldozóvá. Nincsen nagyobb fájdalma egy lelkipásztornak, mint hogy a hívek a szeretet szentségéből nem részesülnek. Nem részesülnek Jézusban, nem részesülnek az élet teljességében és a Jézusi békében. Ezt, semmi más, ezt kérem születésnapi ajándékul, hogy így készüljünk fel, gyakori áldozóvá válva, így készüljünk fel a jövő évi eukarisztikus kongresszusra, és hogy ébredjen fel szívünkben a vágy, a gyakori szentáldozás, a mindennapi szentáldozás után. Ebben segítsen minket Avirai Nagy Szent Teréznek az egyik leghíresebb idézete. Semmi ne zavarjon, semmi ne rémítsen. Minden elmúlik. Isten nem változik. A türelem mindent elér. Annak, aki Istené, semmi sem hiányzik. Isten egymaga elég. Amen. Isten vezessen.